meggondoltam magam. Teljesen fölcsigázott ez a szar. Szóval, a boletáriát nyomjuk tovább. Hú! Hú-hú! Ah, igen, hogy ennyire van fordítva. Jó. Még a menü is, meg minden. Zseniális. Beszarás. Hogy állunk damage-ben? 376. Mennyit is pakoltam legutóbb? Dexter, azt hiszem még kettőt. Nem hoztam magammal a izét. Official settet. Csak úgy poénból, akkor nézzük már meg, hogy így ellenfelekkel is egy mennyire útvar. Aha, ez kurva jó volt, hogy megurultam. Fura. Határozottan fura. Azt nem tudom, hogy a Penetrator-t így fogom elenyomni. De hát kezdésnek odáig elmegyünk, meg akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor... Törünk már szét valami sheetet. Bár persze, hogy nem ebben lesz a keramik coin nyilván. Visszamegyek gyorsan az official settért, hogy akkor most ne esünk bele abba a hibába, mint múltkor. Na nyomjuk az meg. Kezdésnek akkor ugye az Inner War-tól. Széttörünk mindent, tehát... Jó. Aztán, hogyha ugye megvan a penetratorig, akkor majd megyünk visszafele. Abba lehet, hogy majd... Tehát, nyilván abból nem lesz benne minden. Fölszedtünk, amennyit tudunk. Bár... Hogyha tényleg mondom, ezt öt világra elosszuk, meg ugye lefelezzük ugye még azt, hogy ugye Pure White, meg Pure Black is szerintem egy olyan... Kettőnél többet nem hiszem, hogy fogunk találni így elosztva az egész világra. Na mindegy. Van El Bundy hangja van ennek a rögésnek, de az a járás még mindig gay. Atom gay. Nukleárisan gay. Elnézést kérek. A kutyákkal nem szarakodunk. Tehát akkor most törünk, zúzunk mindent, amit csak lehet. Hát tényleg ötletem nincs, hogy miből eshetnek ki. Ebbe lesz. Aminek utána olvastam, hogy az csak bizonyos esetekben fordul elő ilyen bugként, hogyha neki gurulsz, akkor nem esik ki. Ide kell majd az Iron Keyring, vagy a Bloody Iron Key, mindegy, a kettő közül valamelyik biztos. Szóval. Ezeket nem fogjuk tudni széttörni. Itt pedig... Na ezt gyorsan postázzuk is haza. Bogotába bazd meg, vagy nem tudom. Dragling Shield. Jó, hogy nem már köptök pofán rögtön. Azt már nem merték bevállalni, hogy akár szín is legyen fordított. Vagy fordított, csak menet közben már egy hártyagyulladást kaptam. Ó, boy. Chanko, meg Pure Sharpstone, meg minden egyéb ilyen rák. Azt hiszem... Hogy... Na
Na te dagadt állat. Téged majd elintézünk később. Ez eddig egy mészárszék. Ha jó fura bazeg, hogy most itt kell ütögetnem mindent. Teszteljük az első osztályú rombolható környezetet. Na most akkor hagyományosan lejövök itt. De... Nem bírom, amikor a karakterem ilyen tehetetlen hülye fos lesz. Hogy most nem is tudom, hogy miért nem tudtam megmozdulni egy olyan 5-6 másodpercig, de tényleg nem. Oh, az a Blue Eye Knight Gauntlet. Gauntlet. Egy pillanat, egy pillanat. Hát fura így játszani, de... Amúgy nem olyan vészes. Nem olyan vészes egyáltalán. Ja igen, és itt a... Oké, jó, király. Egyelőre minden fasza. Ezeknek az Imperial Spy-oknak a rugdalózása az, ami egy kicsit olyan... Olyan, hogy kibassza a biztosítékot. Zsőke. Állítsál magadon. Jó, most már csak az lenne a kérdés, hogy oda hogy is jutok át-e? De komolyan oda hogy jutok át? Mi ott az a rész? Ja, igen, itt kellett volna fölmennem, oké. Okay. Azért egy kicsit meg tud ezt kavarni. Találtunk egyet! Na, ez elég félre első helyen volt, baszki. Hát, New Mungress. Szerintem amúgy... Erre a pálya részre tuti biztos, hogy már egyébként megvan az összes, nem lepődnék meg. De aztán lehet, hogy pont erre számítanak, hogy majd biztos el lesz osztva értelmesen, aztán meg így... nem. De egy a lényeg, hogy ne dobjátok ki az inventoriból semmi esetre sem, amíg nincs meg a maradék 25. Fix dropként ugyanaz a pajzs. Kétszer is. Azt nem figyeltem mondjuk, azt majd aki nézi, az meg tudja mondani, hogy ott fegyverrel törtem össze a cuccot, vagy csak neki gurultam, ami baj jött. De ja, ide ez a light armor, ez már kevés lesz, meg ugye a 20 HP. De tudjátok mit, azt szerintem nem rakom be a videóba, hogy én most akkor visszamegyek és
az 1-1-be meg az 1-2-be is, hogy szétcsezzek mindent. Az ott szépen elértem úgy. Na tényleg. Jók ezek a srácok, csak kevés bennük az ólom. Oh, Night Shieldet meg a Night Swordot, azt már... Oh, jó drága, jó pénzért meg lehet venni. Mi van itt? Oh, the king, or perhaps he was... It is the end. But hell, or perhaps he was mad. Hard times, sure he'll turn. Hard times, eh? Jézus. Great sword. Na, itt lesz még egy ilyen greatsword-os dude. Mondjuk amúgy telerezhetném ezeket nyíllal, de... Megropogtattuk. Ezek is tipikusan ezt a Glass Cannon kategóriát nyomatják, hogy odabasznak egyet, meghalsz, de amúgy meg teljes zacskó. Ó, kövér! Tick boy! Ja, hogy már most gondba vagyunk inventory ügyileg. Hát kezdésnek mondjuk ez a szar nem kéne. Meg ez a sok szar se kéne. Elfelejtettem lepakolni, és ez az eredménye. Ez se kell. Az official-t azt hagyjuk meg. A blue eye se kell. Az Everest-et azt benhagyhatjuk ugye boss fight-ok után. Kerem egy coin. Recover tiny amount of HP. Most képzeld, de mennyire kell hülyének lenni ahhoz, hogy ezt utána még el is használd. Jó mondjuk, hogyha nem néztél utána, hogy mi ez. Hát... az is miért repül. Jaj, imádom. Ezt a vicces ronybaba effektust, imádom. De amúgy ez nem egy hosszú rész. Pikpak a penetrátornál vagyunk. Igazság szerint. Lebaszom fordítottba. Pláne ugye Biort azt úgyis kiszabadítom ugye. Kell majd a sárkányhoz. Hoh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 
Látlak, cigány, ne bújj! Double kill? Mint a húzat. Olyan double kill, mint a húzat. Nem, szerintem itt az 1-3-ban nem lesz már még egy coin. Mondjuk amúgy az tényleg eléggé ki van mérve, hogy összesen tudsz 13-at találni. És az a max. És amúgy kétszer annyi kell fixen. Tehát valaki a hasára csapott, egy 26, jó lesz. Hát ez becinkelt. Nem baj. Megvan a kulcs. Haszna megvan. Hajá!
akkor most már megyünk így, bazeg. Improvise, adapt, overcome. Kedvenc Bear Grylls idézetem, vagy mémem, vagy nem is tudom mi a fasz. Hol van ez a dagadt majom? Á, ott vagy te dromedár. Annak ellenére, hogy ez ilyen lagymatagú csapkod, ahogy mondjam. Kivált kép fájdalmas élmény, mint egy sajtreszelővel rejszolni. Mondjuk, igen, ja, pont olyan. Oké, okay, megvagy. Megint a Sharpstone. Miért nem Hearthstone-t adsz, more? Harminc súlyú Tower Shield. Ezt is kihasználja, de tényleg. Szerintem, hogyha már mindenáron Great Shield-ezni akarsz, akkor egy Purple Flame az... az úgy bőven elég. Mert ez a Tower, ez aztán még nehezebb, mint a Brushwood. Vagy... hát nem tudom. Valahogy úgy. Az egybe is a Havel Shield, az totál fölösleges, amikor ott a Great Shield of Artoria, az sokkal jobb stability-vel. A Dark 3-ban már azt mondom, hogy... hogy menjen. Mondjuk a Dragon Slayer Great Shield is kurva jó, meg a Bjorm is, meg minden. Bjorm! Na, a Penetratornél arra kell majd vigyázni, hogy ne basszunk rá Bjorra, mert megharagszik permanensen. És akkor nem jön nekünk segíteni a Dragon ellen. Szóval erre majd különösen vigyáznunk kell. Lehet oda majd akkor kiveszem a Fractured módot, vagy még akkor... hája, nem akarom emiatt elbaszni. Mert tényleg a Blue Dragonhöz jó, hogyha Bior ott van ilyen figyelemelterelésnek, mert akkor a sárkány az így kinyújtja előre a kis fejecskét, és tök könnyen le tudom nyilazni. Már alapból meg amúgy... még nem sikerült rájönnöm, hogy hogy kell, mert akkor ugye folyamatosan odafújja a tüzet alulra. Ja, de... bassza meg, mégiscsak körbe kéne mennem amúgy, mert az official cap az még mindig nincs meg. HP meg defense ügyileg... kevés vagyok ide egy kicsit. Meg még életbe hagytam egy IAS-t valahol. Az tűzdelte le folyamatosan. De hát a loot az nagy úr. Az ilyen játékokból mindig kijön belőlem a kleptomániás, vagy nem tudom. Nem, legalább a szaros Crescent Moongrass az végre elfogy. Egyelőre mindenki megdöglendett. Ha ilyen lófasz fos a védelmünk, akkor a Dragon Guardhoz vagy a Warding, vagy inkább a Second Chance. Ez kéne. Kéne nagyon. Fú, itt ezekből a vigyorgó idiótákból Pure Black-en két Black Phantom megjelenik egyszerre. Na az nem vicces. Az nem. Fú, ott nem is tudom hányszor kellett ide annó visszajönnem csak ezek miatt. Az nagyon alja volt. Nagyon-nagyon-nagyon alja. Bazd meg, erre volt itt még egy. Vagy amit
amikor a Fextrának azt írták, hogy eddig 13 volt a max, amit találtunk, az... akkor tényleg törjünk össze mindent, tényleg, de kurvára mindent, tehát... Egy pálya részen kettő, az szerintem erős. Vagy... Lehet, hogy nem egyenlően vannak elosztva. Azt is el tudom képzelni, hú de hüde fordítva van az ott, hú. Ugye reflexből arra akartam menni. Mert ugye erre lenne a penetrator. Fú. Jó, akkor jöjjünk erre. Kettő keramikoin ugyanaz a pálya részem. Amit ha tényleg csak át akarnának baszni, hogy amúgy nincs is egyenlően elosztva. Vagy tényleg több van, mint 13. Csak egyszerűen egyelőre még annyit találtak meg. Ez itt tök jó, hogy legalább nyitva van hagyva. Egyszerűen van hyperarmorom, akkor ez így mégiscsak létezget valamennyire bizonyos fegyvereknél, de nem olyan kényelmes erre építeni itt, hogy úgy vagy van, vagy nincs. Nem mondhatnám, hogy a legtutibb tip. Kettőt találtam. Ha. No fene. Most Ostravát meg kéne menteni. A gravitációs erők. Törvénye, hogy egy bizonyos aranyású ingatlanos picsának a szavaival éljek. Nem vicces. A kurva, menj el. Hol van Ostrava? You saved my life. This is the third time. This is. Now I must go. Pure clear stone. Ez az. My father. Igen. Most a quest lányát azt így. My father. Ennyi. Na és akkor most, hogy ezzel megvagyunk. Szerintem akkor a penetrator fele. Tudjátok mit? Igazából a izét azt még lenyomhatjuk ott a knightokat. Ha még van ott valami összetörhető tárgy, akkor azt intézzük el. Aztán akkor haladjunk visszafele, és az ki lesz vágva a vidiből akkor. Szerintem. Hú. Jaj, de fura, így fordítva. Lehet, hogy ezt egy kicsikét sikerült félváról venni. Faszom a fületekbe. Na és hát ezekből a spíres idegbeteg állatokból nem igazán szeretnék hármat ide csalni. Aha,
megindult, jön mint a meszes. Repül mindenem, mint a szöveg, ez annyira jó. A szemek közé. Piu! Ó, a szemek közé. Akkor próbáljuk most ki a heavy-t. Gyere. Ez inkább letaglóz. Akkor igen, ezeknek a támadásoknak az a hátulütője, hogy nem tudsz velük igazából kombózni. Csak egyet tudsz. De hogyha úgyis van satósz mindenkit, akkor nem kell több. Full Moon Grass 9 darab. Na és akkor itt az utolsó mohikán. Vicces, hogy repülnek a cuccai. Kurva vicces. Na hát egyelőre szerintem itt mindent összetörtünk, szóval... Még akkor nézzük meg ott azt a rejtett részt a Bloody Iron Key-jel. Utána meg akkor gyorsan majd végig szaladok az 1-2-n meg az 1-1-en. És hogyha az is megvan... Akkor... Akkor... De ha apád a király vár, akkor mi arra felemész? Ezek a nemesek. Sose értettem őket. Mindegy. Ezek alapján tényleg, ha már ennyit kell szenvednie érte, az a Penetrator Armor lehetne jobb is. Most az, hogy Fashion Souls az... Vaj, mi kevés. Azokat már egyszer összetörtem. Na jó, akkor itt még ezt nézzük meg. De azért végül is 2 coin már találtunk. Az nem annyira rossz. Melyik itt a zsák utca. Pont most jövök egyébként a torony irányába. Mondjuk nem baj, mert akkor majd visszafele. Mondjuk már megvan az evacue item, szóval... Ja. Jó. Tudjuk le azt a másik irányt is, aztán zúzzunk. Érdekes az a mód. Egy kicsikét kezd már a szemem az így begolyózni tőle amúgy. Ja, erre. És akkor itt van az Illusory Wall. Bebocsátást kérek. Már csak 24 van vissza. Tökéletesen csinálok mindent, és New Game Plus-on is. Ott már nyilván le fogom nézni, akkor fixre, hogy akkor is hol van. Meg mint van, meg mi van. Akkor meg is van utána az armor. Ugye a heavy armoroknak itt ám amúgy legit az is a hátránya, hogy lassítják azt a minden recovery-t. Tehát, amúgy ezt tudom ajánlani, hogyha már nagyon-nagyon heavy armorozni akartok, hogy igazából New Game Plus-ton feljebb, akkor már nem feltétlenül kell ragaszkodni a Soul Formhoz. Tehát hogyha már a Pure White-os eventeket megcsináltátok, meg minden szar, akkor és a karakter tendencitek is olyan úgy van, ahogy ugye akarjátok, hogy legyen, akkor nem feltétlenül kell ám erőltetni ugye a szóformot, mert ugye 3 boss leöltök. Az úgyis 3-mal feljebb viszi a tendencit, ha egyszer-egyszer meghaltok. De ugye például a kukáért, hogyha ember alakba játszol, akkor meg ugye mehetsz a Klingring nélkül, azaz van hely például a Ring of Great Strength-nek, amivel azért elég staminával kombinálva egy Brushwoodot is tudsz hordani. Egy Dragon Ball Smasher-rel együtt. Jó, azt talán már egy kicsikét erős együtt, és akkor mellé még oda tudod rakni az Eternal Warrior Ringet, és akkor az alapvetően szar recovery-det, azt stamina recovery-det, azt legalább csinálsz belőle egy ilyen átlagosat, mint ez itt. Mert tényleg a Brushwood meg ezek azok nagyon belassítják. De a túlélési esélyed összességében jobbak lesznek. Szóval... Ha. Nem, ez csak gyűrű volt, és azt hittem, hogy itt is. Már láttam, hogyha lenne itt valami. Na akkor, magical nature.
Ez rendesen ijesztő volt. Még egyszer. Le is lepleztük magunkat, nem baj. De ez még egy nevetés kíván. Ja, fasz! Bazd meg! Ez rendesen troll. Bocsi, Júria. Na jó. Heavens, you... Thank you, with a little rest. You go on ahead. You go on ahead. Na, és akkor most már csinálhatjuk azt, hogy nincs nálam spice, mi? Akkor old schoolba visszarohanunk a Nexusba. Kellett nekem kidobni az összeset. Egyet-kettőt hagyhattam volna igazán. Most pont emiatt. A módot azt nem kapcsoljuk még ki. Növelünk még egy kicsit a sebzésünkön. Aztán, hogyha elérjük a Dexter is azt, ahol a strength-ünk áll, utána majd pakolunk HP-re, meg stamina-ra is most már. Jó, király. Akkor gyorsan az 1-1-et meg az 1-2-t végigpásztázom akkor, hogy van-e még valahol ilyen coin. Utána akkor megcsináljuk gyorsan még azt a miraldás részt is. Megöljük, megvan a szettje. És akkor, hát jó, akkor nem Pure White-on megyünk neki a... Mi a nevének? Penetratornek, de Bior úgyis ott van, segítség. Szóval. Szintezünk egyet. Meg hazaküldjük a szarjainkat. Clearstone. Nice. Then touch the soul of the mind, key to life's ether. Soul. Hát azért nő ez a damage, de hogyha megnézzük például, a magic az maradt 90 plusz 29. Tehát hogyha azt is akarjuk növelni, ugye a split damage-ből, az a fate-re kell pakolni. Tehát ez aztán szép balanszt karakter lesz majd. Bior. You rescued. Express my gratitude. A king would be proud. Jó, Anfavágó. Our great king was a most stolid, spirited, careless, seditious claims that our lord brought this scourge up. That must be it. I heard an odd piece of news. He claims that the son of the king, Ariona. Ariona is a wise and kind soul. Almost do you find Ariona and that Bior of the twin family. Mm-hmm. Ugye most Ostraváról beszél. Like myself, he was the master of more dark times have befallen us than no one could have. Our great king was, that must be it. Vagy Ariona, az az igazi neve. De amúgy itt van melletted, bazd meg. De jó, átadom neki. Azt mondja Oak Boomer. Tehát... Na jó. Lord's Path. Lord's Path. Ezt akkor most... Na nyomjuk. Remélem legalább egy azért lesz. Hát egyelőre csalódást kell okoznom. Ugyanis az 1-2-n
nem volt semmi. Semmi az ég egy adta lebaszott világom. De rájöttem, hogy még hogyha Miraldát meg is öljük, attól még az átjáró meg minden ott már nyitva marad. Csak ugye nem leszünk már Pure White-ba. Tehát akkor bemegyünk, megöljük, meg lesz a szettje. Utána pedig akkor felszedjük a Colorless Demon Soul-t. Visszaállítjuk ezt a Fractured módot, és aztán leszedjük a Penetrator-t. Tehát akár akkor mehetünk így is. Innen. Fogadjunk, hogy ide az elejére, fogadjunk, hogy ide raktak egyet. Voltak akkor a köcsögök. Na. Na. Valaki. És akkor most legalább nem kell csalogatnunk Miraldát. Túloldal lesz. Szóval. Az itt is van jó pár adag szar, szóval. Akár ide is rakhatnának. Nincs kizárva, ugye Pure White-hoz van kötve az egész. Tehát miért ne lehetne egy olyan részem, ami meg alapvetően a Pure White-hoz van kötve. De mivel az izén egyáltalán nem volt. Mi a nevén? Egy-kettőn. Szóval el tudom képzelni, hogy akkor cserébe itt. Oh. Ez legalább egyből döglött. Itt bent esetleg valami. Ide úgy raktam volna valamit. Ki a jodzítszer? A jó kis Crescent Moongrass. Mert persze nem bírom megállni, hogy ha megjelenik előttem itt valami fehér szar, akkor ne vegyem föl. Ez meg remélem Hearthstone lesz. Ó, király. Tudjuk legalább húzni a pajzsunkat, és egy kicsit, meg valahol itt lesz a Blue Eye Night Helm. Talán. Pontosan itt. Na, ezt küldjük is vissza, mert ez nehéz. Ez még fejre is állt tőle. Jó. Rosszul értelmeztem, úgy látszik itt inkább az egykezes támadásoknak van a Hyper Armor-ja. Mert ennek, ezt próbáltam, és ennek nincs. Ennek nem nagyon van. Dragon Ball Smasher esetében van, de itt nincs. Na akkor. Périzzük le. Bindit szedte és a Master's Ring. Nézem csak. Amúgy ugyanaz, csak súlyba szarabb. Kurva jó meg minden.
abszolút illik a karakterhez, csak kövérek vagyunk, mint a szemét. Tehát egyelőre kell a Ring of Great Strength. És annak ellenére, hogy most ugye így fordított a cucc meg minden, attól függetlenül egyensúlyozni szerintem tudunk. Szóval ez nem befolyásolja a dolgokat. És amint megyünk a Nexusba frissíteni, ugye le fog menni kettővel a World Tendency. Fú. Na baszkikám. Idáig szolid. Idáig az volt. Na jó. Végignézem gyorsan a... Mi a nevét? A maradék szart itt. Hogy valahol lesz egy coin. Azt bevágom, felszedem azt a szart ott lent. Most nincs kedvem visszamenni. Meghalni már itt úgyse fogok. Nem úgy kurva jó ez a szett így. Hoppá! Hoppá! Megvan a harmadik boletáriában. Pure White-on. Hát azok után, hogy a második részen nem jött semmi, kezdtem egy kicsikét feladni. De olyan gyanús volt tényleg, hogy ugye egy pálya részen jött kettő. De most itt van a harmadik, hát akkor most már gyorsan megnézzük ugye a maradék részt, felszedjük akkor azt az egy szart. A Colorless Demon's Soul. Ó, hogy szopjál fasz. Hányat itt még egy húzamban, faszfej? Hát gyerekek, többet nem találtam, szóval... Álljon vissza most minden egyelőre a régi kerékvágásba. Hú, hú de jó. Lá. Na, szedjük akkor fel a szójainkat, meg azt a Colorless Demon Soul-t. Penetrator, és egyelőre akkor ennyi. És most lehet látni, akkor kettőt vissza is esett a World Tendency. Ami legalább a Penetratorben lesz egy kis challenge. Mondjuk már önmagában az, hogy Bjornnak a testi épségére vigyáznunk kell. Megint egy szutyog Dragling Shield, csak fölöslegesen telek befele. Ugye, hogyha esetleg Miraldát nem ölöd meg, és ugye még meghalsz valahogy máshogy, ember alakba, akkor azt tudnotok kell, hogy akkor is ugye Miralda eltűnik, mert tehát a Pure White World Tendency-nek itt az a lényeg, hogy ő így van. Amellett, hogy ugye kinyílik az átjáró ide, ami ugye már nem zárul be. Mert azt akartam egyszer, hogy így konzekvensen lerontom ugye a World Tendency-t azzal, hogy akkor megölöm Old King Dorant, azzal ugye lemegy három szintet, megölöm Miraldát, azzal lemegy még kettőt, és akkor nem kell elhasználnom ugye 7 darab Ephemeral Stone-t, hanem ugye csak kettőt, mert ugye Dorannal esne hármat, Miraldával kettőt, megöltem Dorant, idejöttem vissza, és Miralda már nem volt itt. Ugye, már nem volt Pure White a cucc. Szóval... 30... Úristen, baszkép, a szarból mennyi van. Na mindegy. Boss fighton kívül jó lesz. Na most már jó lenne akkor itt... ezt lenyomni normálisan. Csak tudnám, hol a faszba haltam meg. Baszki, már teljesen hozzászoktam a fölcserélthez. Oké, megvan a lényeg. Hogy ragadjon a bélyeg. Holtok itt még leesni civilizálta. Megvan a Colorless Demon Soul, az a lényeg. Még egyszer visszarohanok, felszedem a szaromat, és most már csak a létrán kell lemenni Bjornnak a szettjér. Jó, előbb most már felszedem azt a Brushwoodot.
aztán leugrok a cuccomért, ivekjüjét, ha csak nem ugrok mellé. Ha igen, akkor az most már ott marad, nem érdekel. Kár, hogy itt nem lehet a létrát elengedni, de ezt az alapnyugdíjas tempót, azt hogy gondolták? Brushwood, jó. Na jó. Csak vidáman. Tipli. És akkor üljük meg a penetrálót. Csak tényleg ezzel a nagy döggel vigyázni kell, hogy Bjornnak ne essen baja. Az nagyon csíra lenne. Most olyan szívesen mondanám, hogy pajzsos buzi, de én is használom, szóval nem lenne hiteles. De most miért nem? Miért kell néha írásbe benyújtani a kurva kérvényt ahhoz, hogy történjen is valami? Ó, de jó. Az összes bohóc. Na, így már jobb egy fokkal. De... Na jó, nem, ez már tisztán szemét, bazd meg. Fönn volt a kibaszott gárdom. Ez már a... Nem jó. Ezt most már pedig túlélem valahogy. Nem jó, bazd meg, mert megint a... Spear-es Stunlock-os kurva. Miért tartom egy moskos szemét, cigány, szar szemét fegyvernek a speed, bazd meg? Pontosan emiatt. De... Ez van, hogyha egy eneminek egyetlen egy támadás fejlesztesz le. Hihetetlen. Na mindegy. Ettől eltekintve... Penetrator. Remélem Bjort nem fogom lecsapni. Már azért elég szép area damage-e van ennek a fegyvernek is, szóval... Érdekes lesz határozottan. Ha na mindegy, majd meglátjuk. Más nem, amíg majd Bjornra figyel, hogyha esetleg meggrebelni, majd akkor megspameljük. Vagy megpicsázz és már abba hagyom, mert már bőven túlléptem az egy órát. Érdekes reworköt kapott ezzel a karmazsin piros izé cuccal. Grab.
De nem akarom izé biót megsebezni most. Na. Jó, oké. Ez elég amatőr volt, de kell majd nekem a Blue Dragonnel. Meg tényleg az ilyen nagy lomha fegyverekkel, ami tényleg baszki olyan sok hullámokat küld, hogy azt a szobrot is ledönti meg minden szar. Sok pofázás közepette elfelejtettem berakni a Ring of Everest. Fine work then again. How could a demon... go on ahead. Ok. Le. És ebből szerintem most a Curse Weapon-t akkor még meg tudjuk csinálni. És most annyi mindenre kéne pakolni. A, mondjuk a Curse Weapon az... majd inkább csak akkor használom, hogyha már meg lesz a Talisman of Beasts, ugye a glitch miatt. De azért... Jó, majd Sage Freak Magic-ét is kipróbálom. Hát ide! Thank you. 100-ba kerül, 3-at foglal. Ami mondom, azt jelenti, hogy olyan 18-as int annyi fog kelleni. Na most viszont érdekes helyzetben vagyunk. Most már azért kéne pakolni HP-ra is. Staminára is. Nézzük, mennyink van. Legendary Warrior. 2 darab. Storied Hero. 2. Storied Warrior. 9. Renown 7, ebből is 5, 7, 16, huhú! Még kettőre van. Legyen most ez is 2 plusz. És akkor... Ja, Bulletáriát az konkrétan megint egy válasza elasszam a... üzétől, mi a nevétől? Pure White-tól, bár nem, mert nem úgy fénylik, mint a... Shadowman meg a Chieftain Arstone. Akkor Mirald a halála az így 3-at is levet volna. Na, mindegy. Nem ne tudsz. Úgyis még ugye emel rajta a... mi a neve? A Blue Dragon is egyet. Mondjuk aztán Doran meg leminuszol belőle 3-at. Az ugyannyira nem adja. Na de mindegy. Végül is, amit a részre terveztem, az sikerült megvalósítani. Belekóstoltuk ebbe a Fractured baromságba. Elég fura. Kövid észbe akkor szerintem azt csinálom, hogy Shrine of Storms az fura legyen meg. Aztán meg igazság szerint akkor megint Fractured-ozni kéne, csak most Latriába. Legyen meg. Szedjük fel ott is a coinokat. Aztán ha az megvan, akkor... mi a neve? Azt le kéne vinni Pure Blackbe. Ha más nem, amiatt, hogy a gyűrűt azt szedjük föl, és az igazából nem kell ugye Rydell-el megküzdeni, meg ilyesmi. Ó, meg tényleg a Rydell questet az Pure White-ba még nyomjuk le. És ha utána megvan, akkor igazság szerint akár még ahhoz is lehet kedvem, hogy a Valley of Defilement-et vigyük végig. Meg lesz legalább a Dark Silver Shield, 100% Magic Resist. Utána meg akkor Trash Dragon Guard. Aztán, ja, szép lassan az összes többi világnál is akkor Pure Black. Aztán meg Endgame. Azt csá. Ah, most ennyit szerettem volna, sziasztok!